A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban megnézzük, hogyan zajlott az Adnió kupa és a szépkorúak tábora. Ezt követően beszélgetünk az őszi és téli divattrendekről is. Tartsanak velünk! Az állami gondozásban élők számára rendeztek jótékonysági eseményt augusztus utolsó hétvégéjén. Az Adnió kupa csapata ezúttal a velencei gyermekotthon lakóiért hirdette meg programját. Elszánt játékosok, bemelegítő passzok és hangolódás. Így készültek a 18. Adnió kupa versenynapjára a csapatok az augusztus utolsó napján megrendezett jótékonysági programra Sukoron. Itt pedig együtt éneklik az állami gondoskodásban élő fiatalok azt a dalt, ami immár himnuszukká is vált a programsorozat alkalmával, ezúttal ugyanis ezeket a velencei gyerekeket támogatták az eseménnyel. Ismét a velencei gyermekotthon lakóiért jött össze ez a közel 150 ember, 15 csapat, ugyanis azt terveztük, hogy ezeknek a gyerekeknek szeretnénk végre vadonatúj, trendi, divatos cipőket vásárolni, ugyanis lehet, hogy nekik meg ez nem valósult meg az életük során, úgyhogy a jótékonysági licitek, a rengeteg nevezett csapat miatt ez az összeg már rendelkezésünkre áll, ez kb. 1 millió 400 000 forint, úgyhogy ezt a gyerekekkel közösen fogjuk megvásárolni, és emellett ugye élményekkel is fogunk készülni, nekik lesz koncert, különböző játékok, ahogy már itt láthatjátok, úgyhogy szerintem egy fantasztikus nap elé nézünk. Hogyha egy kicsit utazunk együtt az időben, akkor hogyan emlékeztek vissza a kezdetekre? Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi volt tényleg az az indítatás bennetek, ami megfogalmazódott. Hát az elején még ilyen nagyon amatőr szinten egy ilyen baráti társaság összejött, egy Holó István barátom ötletéből adódóan, és akkor még egy 4 csapatos tornát rendeztünk, de akkor is volt már azért valami célja, ugyanis állatmenhelyeket támogattunk, tehát úgy voltunk vele, focizzunk egy jót, és akkor aki akar hozzá magába egy kis kutyatápot, és ezt elvittük egy állatmenhelyre, és annyira jól sikerült, hogy nem csak évi egy tornát rendezünk most már, hanem évi 3-at, és ahogy látjátok, egyre több csapat nevez, úgyhogy egyre népszerűbb ez a dolog, úgyhogy nagyon örülünk, hogy idáig jutottunk. 38 gyerkőc, és ugye jövő héten fogunk velük elmenni és megvalósítani ezt a kis álmot, úgyhogy ez is egy komoly meló lesz, beszabadulni 38 gyerkőccel egy sportboltba, de már nagyon várjuk, és tényleg nem lesz limit, amit választanak, azt fogják megkapni. A lehető legtöbbet azért megtesszük a Fejér megyei hátrányos helyzetű családokért, beteg gyermekekért, úgyhogy én azt gondolom, hogyha minden évben tudunk 3 ilyen tornát rendezni, és ugye emellett még rengeteg más megmozdulásunk is van, akkor szerintem elégedettek lehetünk. Erre a programra rengeteg csapat nevezett, honnan, hányan érkeztek, és kiket láthatunk majd? Hát ennek a baráti társágnak az ereje, én úgy gondolom, ebben rejlik, tehát a barátságban, a tiszteletben, tehát itt vannak csapatok, akik több órát utaznak Borsodból, Sopronból, Bajáról, Budapestről, hogy itt lehessenek és támogathassák ezeket a gyerekeket. Úgyhogy ugye fehérvári csapatok is állandó csapataink, mindig párosul hozzá egy-két új csapat, úgyhogy így áll össze nagyjából. De egyébként a kicsit lett volna több időnk, lehetett volna itt akár 20-25 csapat, csak hát ilyen rekkenő hőségbe, tehát lehet, hogy elhúzódott volna este 10-11 óráig, az meg azért nagyon megerőltető. Úgyhogy így fog összeállni ez a 15 csapatos torna. Kérlek, még végszóként foglald össze, hogy mit láttok ilyenkor a gyerekeken, amikor megvalósulnak azok a célok, amiket tulajdonképpen amint ti itt munkálkodtok, mert ezek a gyerekek a legtöbb esetben nem juthatnak ilyen élményhez, vagy ilyen eszközökhöz, ilyen tárgyakhoz. Igen, hát úgy gondolom, az egy külön öröm, amikor ugye a tárgyakat megkapják, de ami szerintem, és amit látunk a gyerekek arcán, hogy a tárgyak mellett az élmények, a közösen eltöltött idő sokkal fontosabb, mint a tárgyak. A tárgyi ajándékok mellett
természetesen élményekkel is gazdagodhattak a fiatalok az eseményen. Ott az üres, ez a szép! Rengeteg szép gólt is láthattak, három pályán rúgták a bőrt a csapatok párhuzamosan, de légvár, arcfestés, koncert is várta őket, no meg az adakozni vágyó látogatókat. Már a kezdetektől fogva itt vagyunk, kettő csapat egyesült, és így ez a baráti társaságnak ez egy ilyen nagy esemény, egy évben kétszer vagy háromszor. Most a Vencei Gyermekotthonnak gyűjtöttünk, és nekik szerettünk volna segíteni. Ugye, amellett ugye a csapat összegyűlik, ez az egész nagy társaság, ez a baráti kör alapítvány, ez egy családban nőtte ki magát, és nagyon szeretjük ezt a közeget, ezt a társaságot. Azért gyűlünk itt össze minden alkalommal. Mi itt a kettes pályán fogunk szerepelni, a három csoport lesz, ötfős csapatokkal, és hát mérkőzések, szoros mérkőzések várhatóak, úgyhogy mi is részt veszünk a kupán. Nektek mit ad a foci általánosságban, és mit ad neked ez a csapat kovácsoló erő? Hát maga a sport szeretete azért gyermekkorunkat is végig kísérte a foci, és most jelenleg az, hogy ez egyetlen egy olyan alkalom az évben, amikor mi össze tudunk így kovácsolódni, elég messziről jönnek a srácok, és ha már egy jó ügy érdekében itt vagyunk, és ha már szeretjük a sportot, akkor ez a foci a legjobb alkalom arra, hogy most itt összegyűjjünk. Egyértelműen a jótékonysági kispályás labdarúgó torna volt az egyik kedvenc programelem a látogatók számára. Összegyűltek a sport szerelmesei a pályán, de a pályák körül is. A nevezési díjból, sportmezekből, a kampányból befolyt összeget a gyermekotthonban élő fiatalok segítésére fordítják a szervezők. Az önfeledt sport a közösség kovácsoló esemény célja. Idén is sokakat mozgatott meg, és nem csak a pályán, de azon kívül is természetesen. A gyerekek álmainak megvalósításához ezúttal is sokat tettek hozzá a szervezők és a segítők. A Baptista Módszertani Központ idén is megrendezte alkotótáborát. A szépkorú résztvevők a különféle művészeti ágakkal ismerkedhettek meg. A Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ idén is megrendezte a Cédrus alkotói tábort. A bentlakásos tábort augusztus 26-ától 5 napon át a Seregélyes melletti Elza Major pusztán a Pelikánház erdei iskolában rendezték meg, és azokat a 65 év feletti szépkorúakat várták, akik baptista fenntartású szociális szolgáltatást vesznek igénybe, illetve valamelyik baptista gyülekezethez tartoznak, és akik egy-egy művészeti ágat gyakorolnak, vagy szívesen kipróbálnak magukat ezen a téren. 4 évvel ezelőtt a Seregélyesi Baptista Általános Iskola igazgatója és a Módszertani Központunk közösen képzelte el ezt a tábort. Úgy éreztük, hogy ennek a korosztálynak is szüksége van arra, hogy táborozzon. Vannak köztünk olyanok, akik 70 éve nem voltak táborban, tehát itt igazi tábori hangulat van, emeletes ágyon alszunk, és este tábortűz és találkozók vannak. Én azt gondolom, hogy az alapötlet onnan alakult, hogy szeretnénk éreztetni azt, hogy ez a korosztály is tud értéket adni, értéket teremteni, velük is foglalkozni kell, és nekik is fontos, hogy ezt tudják. Megfiatalítani nem tudjuk őket, de megpróbálunk mindent megtenni, hogy tudják ezeket az értékeket ők továbbvinni, hazavinni, és a következő táborig éltetjük őket ezekkel az emlékekkel. Annál is inkább fontos, amit mondott, mert ahogy látjuk, itt különböző kézműves mesterségekbe mélyedhetnek el, ami azt hiszem, hogy mindannyiuk számára nagyon-nagyon fontos. Igen, ez azért is tartjuk mi is ezt nagyon fontosnak, köszönöm ezt a kérdést, mert a kézműves tevékenység az segít, sok mindenben segít. Tehát nem csak egészségügyileg, mentálisan, vagy bizonyos készségeket frissen tart, de
hazaviszik, megmutatják a többieknek, az intézményben lakóknak, és egy jó időtöltés, egy közösségi élet, és erre nagyon nagy szükségük van azoknak, akiknek a közösségi élet már kimarad az életükből. Szívvel alkott két ügyes kéz, mindenkiben bent van e rész. Lélek tölti elevenre, ti mit alkotsz ügyességgel. Meg is szólal az alkotás, csak az nehéz, hogy kihívás. Bátran kell csak nekiállni, és a lelket jutalmazni. Bízni kell az alkotásban, akarásban, nem úgy, mint a nyakogásban. Eltölteni szerény időnk, megedzeni fogyó erőnk. Az ügyesség bontakozik, ha az ember próbálkozik. Próbálgatva mindig jobb lesz, ha rajt szíved örömre lel. A Pelikánházban szívet melengető mindennapok részesei lehetnek a táborlakók, ott jártunk kora Bütykölde csoport nyugdíjasai varázslatos, mélységesen emberi műsorral kedveskedtek a közösségnek. A kapcsolatunk a tábor kezdetétől folyamatosan van, egy véletlen folytán ismerkedtem meg Emőkével, és az alapötlet mindjárt kapcsolódott a mi tevékenységünkkel. A csoportom nagyon szívesen készül ezekre a rendezvényekre, szeretettel minden tudásunkat beleadjuk, hogy minden tevékenységet be tudjunk mutatni az itt élő, vagy itt jelenlevő táborlakóknak és a vendégeiknek. Én azt látom, hogy most ugye egy hétköznap van, de itt ez a hétköznap is ünnep, így van ez? Igen, ez ünnep számunkra, valóban ünnep, mert lelkileg, fizikailag is segít abba, hogy elfelejtsük az öregedéssel járó problémákat, a segítés, az öröm az arcokon, az alkotás közben, mindent felettet velünk. Nagyon jó alkalmak ezek. Az alkotói táborban mindenki kipróbálhatja, bemutathatja habitusának megfelelően kedvenc foglalatosságát. Lehet festeni, fényképezni, verset írni, szavalni, énekelni, citerázni, kosarat fonni, szőni, agyagozni, gyöngyöt fűzni, horgolni, mézes kalácsot díszíteni és egyéb művészeti tevékenységeket végezni. Berecki István társaival a Jánoshalmi Sorsok házából érkezett. Most vagyok itt először. János Halmáról, a Sorsok házából jöttünk, de már több éven keresztül jönnek János Halmi Sorsok házából, Emőke azóta támogatja a tehát ott ezt a gyülekezetet, és nagyon-nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve. Én igaz, hogy először vagyok itt, de én nekem nagyon sokat segített ez a tábor, sőt, én férfi létemre készítettem is egy ilyen kardőt, és akik itt tanították, tehát akik itt foglalkoznak, azok tényleg tiszta szívből és türelemmel gondosan foglalkoztak velünk, és én, hogy mondjam, lelkileg föltöltődtem, mert nagyon jó lelkű emberek vannak itt, és ez egy töltést ad nekem, és ezt szeretnék máskor is eljönni, mert itt nagyon jó érzem magam, és nagyon jó emberek vannak, és az első napunknak az volt a mottója, hogy higgy, ez a János 3.18-as, és engem ez megragadott nagyon, mert ezt érzem a táborban, hogy igenis itt sokan hisznek, és akik még nem, azok meg majd ezután fognak, mert nagyon gondosak velünk, tehát szeretettel és alapvetően tiszta szívemből mondom, hogy nagyon jól érzem magam itt. A táborban elkészült alkotásokat az előző évekhez hasonlóan a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megrendezett kiállításon mutatják be, a tábor résztvevőit pedig emléklappal erősíthetik meg a Módszertani Központ munkatársai. Beköszöntöttek a hűvösebb idők, beköszöntött az ősz, ez pedig megjelenhet ugyanígy az öltözködésünkben is. Mindezekről fogunk most beszélgetni Páncél Anikó stílustanácsadóval, aki itt van velem a stúdióban. Köszöntelek! Szervusz, köszönöm a lehetőséget!
Igen, beköszöntött az ősz kissé váratlanul, vagy kissé gyorsan, úgyhogy ilyenkor minden nő igyekszik leszedni a melegebb ruhadarabjait. Nagyon szeretjük már tudni ilyenkor, hogy mi lesz ősszel és télen a divat, és ezt a nagy divatházak a divat fővárosokban már nyár elején, tavasz végén már előre vetítik számunkra, úgyhogy teljesen tisztában vagyunk ezzel, én is felkészültem ebből, és remélem semmit nem fogok kifelejteni. Ami a legfontosabb jellemzője a 2024 ősz és téli divatnak, az a nőiesség, a kifinomultság, az elegancia. Aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen eddig nagyon sokszor látok, hogy ez az oversize, túlméretezett ruhadarabok jellemezték a menő divatot. És akkor most ez úgymond visszaszorulóban lehet össze? Ez most visszaszorul. Uh-huh. Egyébként a divat az egy állandó körforgásban zajlik. Nincs nagyon új a nap alatt. Egy kicsit frissítenek mindig azon, amit jó pár évvel ezelőtt már feldobott ez a divat hullám. Szóval a nőiesség jegyében zajlik, és a fenntarthatóság jegyében. Ez azt jelenti, hogy a környezetet is kíméljük, és ez most nagyon trendi irányvonal, vagy irányzat, ugye, és nagyon fontos is erről beszélni, és ezt a divat is most szerencsére követi. És ez abban fog megnyilvánulni, hogy nem eldobható ruhadarabokat fog gyártani, tehát vásárolhatóvá tenni az üzletekben, hanem a jó alapanyagokból, minőségi alapanyagokból, egy klasszikusabb szabásvonalakat, egy értékállóbb trendet fog nekünk előirányozni. Hogy konkrétan mik ezek? Ezek a jegyek, ezek a stílusjegyek, a nőiesség, az elegancia és a kifinomultság, ezek meg fognak mutatkozni a szabásvonalakban, az anyaghasználatban, a mintákban, a színekben, a kiegészítőkben, és minden ehhez tartozó dologhoz, ami a divat körül megjelenik. Magyarán akkor színek tekintetében ez mi az, amit jelenthet majd? Mik lesznek elsősorban a használatosak? Akkor kezdjük a színekkel. A színek tekintetében nagyon trendi lesz a megypiros, a bordó, a burgundi főleg, a paradicsompiros, akkor a rózsdabarna, és a másik nagyon erőteljes szín, amit majd fogunk látni, ami egy kicsit eddig háttérbe volt szorítva, vagy nem volt annyira divatos, ez az olajzöld és árnyalatai, és ehhez tartozik ugye a keki és árnyalatai, de inkább a sötétebb árnyalatok, amik inkább az őszi palettának megfelelnek. Ezek, szeretem hangsúlyozni, hogy ezek csak irányvonalak, tehát nem baj, hogyha nem tetőtől talpig ugyanúgy nézünk ki, mint ahogy a kifutón a modellek kinéznek. Elég, ha csak szemezgetünk belőle. Meg kell nézni a ruhatárunkat, és hogyha valamilyen piros van, ami számunkra jól áll, akkor nem kell erőltetni azt a pirosat, amit most épp a divat diktál, hanem szépen csak egy-egy darabbal felfrissíteni a már meglevő ruhatárunkat. Ez mindig jó, persze ez feltételezi azt, hogy van egy alapruhatárunk. Szóval hogyha például a burgundi, ami hatalmas nagy divat lesz, ha a burgundi éppen nem áll jól, akkor válthatunk bordóra is. Vagy ha szeretnénk a burgundit, akkor nem tetőtől talpig az arcunkhoz közel kell azt fölvenni, hanem akkor elég, ha csak kiegészítőkben használjuk ezt táskában, övben, kendőben, sárban, vagy éppen cipőben. Ehhez tartozik még, hogy a minták is nagyon nőiesek lesznek, és a minták közül, ami a legfeltűnőbb, ez az ocelot, vagyis ez a vadmacska, a párdusz minta, vagy leopárd, mindegy, mindenki tudja, miről van szó. Ez igazából mindig volt, mindig van, és szerintem mindig lesz, mert egy nagyon erőteljes, és nagyon sokan szeretik. Persze ez egy erőteljes, és éppen ezért egy picit megosztó is, nem mindenki vállalja be, de akinek ez jól áll, az bátran használhatja a leopárd mintát, vagy bármilyen állatmintát. Fontos megjegyezni azt, hogy az állatmintáknál, ha igazán stílusosak szeretnénk maradni, akkor ez maradjon abba a színtartományba,
amikor a természetben is, amilyen színekkel a természetben is megjelenik. Tehát, hogy egy leopárd mintáról beszélünk, akkor ez ne legyen lila és rózsaszín. Igen. Ugyan leopárd a minta is felismerjük, de ez egy kicsit számomra az már nem annyira. Tehát akkor ragaszkodjunk a természetes színekhez, a természetes megjelenéshez. Így lesz divat például a kocka is. Arra is egy picit figyelni kell, de hát ugye a Chanel kosztümöknél már látható kicsit nagyobb, csak olyan stilizált kockák és mindenféle kockák. Azért ez alkatfüggő is, hogy ki mekkora kockát bír el. És anyaghasználatban nagyon jellemző lesz még a kifinomultság. Milyen anyagokra értem ezt? Például a kasmér, az már megjelent, de a kasmér és az ezzel kevert alapanyagok, kötött anyagok nagyon jelen lesznek. A kasmér az egy kicsit drágább árfekvésű tartományba tartozik, tehát kicsit drágább, de megéri, mert nagyon nőies, nagyon puha, nagyon elegáns megjelenés, kifinomultságot kölcsönöz. És úgy követi a testet, hogy nem szoros, de nem nagyon bő, tehát éppen szépen azokat a nőies domborulatokat követi, és ez pont azt a finom eleganciát fogja számunkra nyújtani, mint amit a divat is előre irányított. És akkor a kiegészítőkről is elmondható, úgy jön ez az anyag használat? Gondolok itt a táskára akár. A táskáknál, ugye még a bocsánat, visszakanyarodnék az anyaghasználatra, ugye megjelenik a selyem is, mint nagyon természetes és nagyon elegáns anyaghasználat. Selyemből szoknyákat, ruhákat, blúzokat, ingeket fogunk látni, és ezek is nagyon nőies, elegáns, hiszen van egy fénye, nagyon-nagyon elegáns megjelenést kölcsönöz nekünk. A finom gyapjú szövetek, majd jön az ősz után jön a tél, a gyapjú kabátok, vagy a gyapjúból készült kis kabátok, zakók, blézerek, akár a nadrág kosztümök, amik szép szövetből készülnek. Úgyhogy ezek mind majd megtalálhatóak a palettán. A kötött anyagok is jelen lesznek, ezek mindig is voltak és mindig lesznek, de már kicsit óvatosabban mintázott kötött anyagok lesznek divatban, hiszen ha nagyon sok történés van egy kötött anyagon, csavart minta, vagy ilyen borda, vagy olyan, az egy mindig kicsit egy tömegnövelő, és ezt tényleg csak a kicsi, nagyon fiatal hölgyek tudják viselni, mert hát nem szeretnénk, hogyha nagyobbnak néznénk ki, sőt. Az anyaghasználat során még talán a bőrt jegyezném meg, mert nagyon-nagyon trendi lesz a bőr. És a bőr az viszont tetőtől talpig. A fényes bőr, a lakbőr. Természetesen a bőr az is mindig velünk volt, de most tényleg reneszánszát éli, azt jelenti, hogy minden bőrből lesz rajtunk, és mivel nem az állatbőrről beszélünk már egy jó ideje, hanem műbőrről, amit most már vegán bőrként vagy biobőrként is szoktak emlegetni. És ezek sokkal vékonyabb anyagok, mint a valódi bőr, és sokkal több lehetőséget adnak a gyártóknak, hogy többféle ruhadarabot is meg lehet már belőle, el lehet készíteni. Így már egy inget is akár, nadrágot, szoknyát, ruhákat, mert kabátokat, bőrdzsekiket eddig is láttunk persze sokat. Az érdekesség az, hogy nem csak a fekete velünk marad, mert az egy nagyon klasszikus, a fekete mint szín velünk marad, és a fekete bőr is velünk marad, de már ehhez jön mindenféle olyan divatszín, amit mondtam, hogy burgundi lesz például, tetőtől talpig burgundiban, burgundi ruhában, vagy egy bordó ruhában, bordó szoknya, és hozzá egy selyem. Tehát, hogy az anyagoknak a keverése is, és ezek mind a nőiesség jegyében fognak zajlani. Ami még eszembe jutott, hogy nagyon fontos, a nőiesség jegyében, hogy alakkövetőek lesznek ezek a darabok. Az azt jelenti, hogy nem cuppan ránk, nem nagyon szűk, és ez ugye feltételezi, hogy hanem egy picit lazábban alakkövető lesz. Ez ugye feltételezi, hogy ezek az anyagok nem lesznek rugalmasak most már, nem azok a stretch anyagok, amik nagyon ránk cuppantak, és úgyis kényelmesek voltak, mert nyúlottak ahhoz, hogy tudjunk benne mozogni, hanem inkább a természetes anyagokat fogja előnybe részesíteni, és ezeket a természetes alapú ruhákat, amik klasszikus szabásvonallal készülnek, ezeket bátran eltehetjük majd később is, mert ez mindig marad. Tehát ez egy nagyon jó alapot képez,
és elég, ha csak egy-egy trendi darabbal, kiegészítővel megspékeljük, vagy egy kicsit megfűszerezzük ezt a klasszikus ruhát, és egy kicsit frissé varázsoljuk. És a lábbelit tekintve itt a műsornak a végén mi mondható el? Azt mi fogja nagyon jellemezni? Igen, nőiesség? Ugyanígy a nőiesség, és ez azt jelenti, hogy ezek a nagyon lekerekített orrú, kényelmes balerina cipők már nem lesznek, a nagyon vastag talpú edzőcipők nem lesznek, hanem inkább az enyhén hegyesített orrú cipők lesznek divatban, és már a lapos változatban is nagyon nőies, hiszen most az egyenesebb szárú nadrágok a divat, nem pedig azok a nagyon cuppanósak, egyenes és kicsi olyan lágyabb anyagból nőies szabásvonal, deréktól kezdődik, nem csípőtől, ez is nagyon fontos, mert a derék hangsúlyozás is nagyon jellemző, ami szintén a nőiesség egyik fő jegyét alkotja. Szóval, ha az a kis hegyesorú cipő a lenge bőszár alól ki fog villani, az egy nagyon-nagyon érdekes, kifinomult, nőies hatás lesz. Figyelni kell arra, ha valakinek nagyon nagy a lába, akkor egy enyhét csapottabb, hegyesített órút válaszol, hiszen azért méreteket rátehet, és akit ez zavar, akkor erre figyeljen. De a lapostól a középes sarkúig, a magas sarkúig minden divat lesz a lábbelikben. Ami még nagyon trend lesz majd télen, ez a western csizma. És a rojtok. Minden rojtok is mindenhol, ruhákon, cipőkön, táskákon, kiegészítőn majd megjelenhet. És ez a western hangulat jegyében. Itt is azért azt mondanám, hogy inkább maradjunk a természetes színeknél, ugye a barna is árnyalata, vagy a kekés árnyalatai, mert egy lilában, egy rózsaszínben ez már nem olyan trendhűséges, vagy stílushűséges, szóval így fogalmaznám meg. Szóval nagyon kedvező lesz a nőknek ez a divat, egy érett nőies divat jön el. Reméljük, hogy marad is, bocsánat, igen. Reméljük, hogy sokáig marad velünk, és sokáig tudjuk ezt élvezni. És akkor valóban széles lesz a skála, és érdemes lesz figyelni a boltok polcait. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál. Én is köszönöm. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.